Köszöntöm Önöket, a Vasi Kaleidoszkópot, a Megye magazin műsorát látják. Elkészült a Zöldváros Répcelak projekt újabb városképszépítő eleme. A 86-os főút mellett található üzletsor előtti teret rekonstruálták, az átadót november 9-én tartották. Szabó József polgármester hivatalos köszöntőjében felidézte az épület történetét. 40 évvel ezelőtt a nagy családi ház állt itt, ezen a helyen, ahol most állunk, a úgynevezett Mihácsi ház. A régi répcelakiak emlékeznek rá, hogy nézett ki. És a 80-as évek közepén ezt a házat elbontották. Akkor kialakult itt egy tér, ami egy füves, nem mindig gondozott terület volt. Néha még bucsut is tartottunk itt, aztán vásárokat tartottunk itt, és a rendszerváltás előtt néhány évvel arról volt szó, hogy itt egy buszpályaudvar fog épülni. Ez a rendszerváltás kora, az önkormányzat megalakulásakor az akkori képviselőtestület, amelynek én is tagja voltam, átgondoltuk az egész koncepciót, ami ezzel a területtel kapcsolatos, és akkor úgy döntöttünk, és nagyon érdekes, ezt elmondom, hogy a Rábapatyi butiksor példájából kiindulva, hogy nekünk is kellene az út mellett valami üzletsort csinálni. A helyi vállalkozók partnerek voltak a kezdeményezésben, így 1992-93 során megépültek ezek az üzletek. Az M86-os elkészülése aztán újabb fejezetet nyitott mind a település, mind a butiksor néven a köztudatba került épület életében. Tudatos városközpont szépítő munka indult el, kerékpárút épült parkosítással, létrejött a piac, vele szemben új járda készült, szintén parkosított területtel. Ezt a munkát koronázta meg a most átadott beruházás, melynek költsége 152 millió forint volt. Ennek keretében 2092 négyzetméter térburkolatot raktak le, és 1215 négyzetméter zöld területet alakítottak ki, melyen 52 lombhullatófa, 5 fenyőféle, 412 lombhullató cserje és 385 örökzöld cserje kapott helyet. Ahol egykor kamionok robogtak, és beszélgetni is alig lehetett az ajtól, ott a répcelaki élet egy újabb, szerethető helyszíne jön létre. Gratulálok ehhez a város polgárainak. Hajtényi László, a Vas megyei közgyűlés elnöke külön örömét fejezte ki a téren elhelyezésre került műalkotás léte felett. Veres Gábor szobrászművész alkotása ez a szökőkút, amely felhívja nem csak arra a figyelmet, hogy ez egy szép új tér, ami létrejött, hanem arra is felhívja a figyelmet, hogy milyen fontos számunkra a víz és a víz minőség. Az ünnepséghez hozzájárult a Cérna hangkórus is, majd a szalag átvágás a tér jelképes átadásának ünnepélyes pillanata következett. Ezután Verasztó János lelkész megáldotta, Szakál Szirád prébános pedig megszentelte az új teret. Az avató után a meghívott vendégek a városházán kocintottak a beruházás tiszteletére, pohárköszöntőt mondott Varga Sándor alpolgármester. A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász 27 éve az év mindennapján a hátrányos helyzetű nagycsaládosokért, nehéz sorsú gyermekekért, idősekért és betegekért munkálkodik a plébániai karitás csoportjain keresztül. Ezt a tevékenységet ismeri el a katolikus egyház évről évre a Karitász védőszentje Erzsébet ünnepén. Hálaadó ünnepséget tartott a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász a Jézus Szíve templomban szombaton. A Szentmisét Székely János megyés püspök tartotta. Korának az egyik leggazdagabb környezetébe került, és mégis igen hamar Szent Erzsébet átkerült a másik oldalra, a szegények közé. Ezt emelte ki az egyházmegye vezetője II. András magyar király lánya életéből. Árpádházi Szent Erzsébet a Karitász védőszentje. A szervezet ilyenkor ismeri el önkénteseinek önzetlen munkáját.
Az egyik nagy üzenet ez, megtanulni átlátni a másik oldalra, megérezni egy szegénynek, egy hajléktalannak, egy afrikainak a nyomorát, a nehézségét, a kilátástalanságát. Óriási szükség lenne erre a mai világban, hogy tudjunk testvérként élni. Ha valaki tud jót tenni, akkor a saját élete is szebb lesz. Ezt vallják a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász vasi és zalai munkatársai, akik közül a kiemelkedő tevékenységet végző vezetőket és plébánia csoportokat díjakkal tüntették ki. 8-an vannak azok a gépkocsi vezetést vállaló személyiségek, akik rendszeresen minden nap odaszállítják a Tesco az előző napi étel maradékát a közösségi házba, és ott reggel 7-kor a munkatársaim áldozatos lelkülettel kiosztják azt. Tehát ez az egyik legfontosabb tevékenységünk ma. Ők egy olyan társaság, akit nem nekünk kell megkeresnünk, hogy lenne valami tennivaló, hanem mindig ők keresnek meg minket, hogy ők segíteni szeretnének, és hogy tudunk-e esetleg ebben valahogyan közreműködni. Úgyhogy tényleg öntevékenyen intézik az élelmiszerosztásokat, a ruhaosztásokat, a koncertszervezést, a gyűjtéseket. Több mint 10 éve adunk kenyeret, péksüteményt a rászorulók részére, és ezt egy Széchenyi úti pékmester, egy albán pékmester ajánlja fel nekünk. A koszovói vállalkozó cselekedetét az év Karitász támogató vállalkozói díjával ismerték el. Az is segítem a Karitásznak, már 99-98, már én is kicsi voltam, 10-11 éves, így voltam fönn hegyen, kajanékügy, pihenékügy, ma háború volt a Koszovó. És azért már nem volt kaja, nem volt pia, sírt pici gyerek és minden, édesanyom, édesapu, nem tud segíteni, nem tudott semmit, csak sír. És csak fönn volt Isten, meg nem mi voltam. És azért most én segítem, mert én tudok, mit jelent az, ha gyerek kajanékügy, azért tudok segíteni. És azért szólom már mindenek, kinek tud segíteni, tessék segíteni, mert Istentől kapja. A Karitász tevékenysége messze túlmutat a hétköznapi segítségnyújtáson. Az elmúlt egy évtizedben a megye több településén is hoztak létre intézményeket, és ez nagyon fontos egyrészt. A karitatív tevékenység, amit végeznek, a megváltozott munkaképességűeknek a segítése, vagy a alkoholbetegeknek a segítése, de ez ugyanilyen fontos a másik oldalon, a befogadó település oldalán. Nagyon fontos egy faluban, mondjuk Kemenespálfán, vagy Vásáros Miskén, vagy Egyházas Hetyén, hogy egy ilyen szervezet ott elkezd működni, és beleilleszkedik a falunak az életébe, megjelenik ott nem csak karitatív szervezetként, hanem munkaadóként, és jövőképet tud adni a helyben élőknek. Másnap kenyérszenteléssel idézték fel a hívek a Szent Erzsébethez kapcsolódó híres legendát. A kötényében a kenyereket, kenyér maradékokat, semmit nem dobtak ki, a maradékot vitte a szegényeknek, és intő szóra, hogy mit viszel a kötényedben, ő azt mondta, hogy rózsákat. És mikor megnézték, hogy tényleg rózsát viszel, rózsa volt a kötényében. Kenyérosztó Szent Erzsébet történetére emlékezve ezért zárul hagyományosan kenyérosztással a vasárnapi mise. A hívek saját környezetükben kereshetik meg ilyenkor azokat, akiknek örömet okoz az étel. A Bükk-Bükkfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület sikeresen szerepelt a digitális világban való jártasság elősegítésére kiírt pályázaton. Így az időseknek több programot is szerveznek. Novemberben például 3 képzési napon ismerkedhetnek az internet használat előnyeivel. A magyar kormány és az Európai Unió közösen indította el a digitális világban való jártasság elősegítésére szolgáló programját. A cél az, hogy minél kevesebb digitális írástudatlan ember legyen Magyarországon, ebbe a csoportba pedig jelenleg az idősek is nagy számban beletartoznak. Így a pályázat és az azok során megvalósított programok főként az 50 év feletti korosztályt célozzák. A Bükk-Bükkfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület is sikeresen pályázott a programban, így idén több képzést is szerveztek a bükki időseknek.
A magyar államnak kiemelt célja, mint az Európai Uniónak az, hogy minél kevesebb legyen a digitális írásfolyamoknak az aránya, ami azt jelenti, hogy minél többen használják az internetet, a digitális eszközöket, így a laptopot, okostelefon, tabletet. Egyesületünk nyertes lett egy pályázatban, amely arról szólt, hogy hogy Bükkváros lakossága számára tartsunk népszerűsítő rendezvényeket a digitális eszközök használatáról. Volt már több rendezvény is, így például az Operett Gála még nyár elején, majd a Gyógybónapokon a Csíkzenekarral együtt főztünk, és ez mind-mind arról szóltak ezek a rendezvények, hogy közelebb hozzuk az emberekhez a digitális világot. Most novemberben három előadást tartunk, de három nap tartunk előadást, amelyben minden három nap más-más tematika lesz. Első nap egy bemutató az internetnek az alapszinte bemutatása, és foglalkozunk keresőkkel, levelezéssel, de akár társkereső oldalak használatával. Tehát mind-mind azokkal, amik érdekesek lehetnek azért 50 év feletti korosztály számára. Novemberben három képzési napot tűztek ki, ezek során előadásokon tanulhatnak az idősek az internetezés előnyeiről, így a közösségi oldalakról, a különböző csevegő programokról, a szállásfoglalás és hirdetés lehetőségeiről, vagy akár az online ügyintézésről. Egymásra épülő modulokból áll ugye az előadás sorozat. Az első az a júniusban a Horváth Lívia kolléganőm által előadottaknak egy kicsit a megerősítése, felüldézése, illetve kibontása. Ez az internetről szólna, az internetes böngészőkről és a keresőkről, illetve az internet használat veszélyeiről. A második előadásban pedig a mai nap az elektronikus levelezésről beszélnénk bővebben, és konkrétan a Gmailnek a használatáról, a regisztrációról, illetve a használatáról. A második előadási napon folytatnánk az internetes kommunikáció használatát. Először a közösségi oldalak, az üzenetküldő alkalmazások, chat alkalmazásoknak az ismertetésével, majd kibontanánk a közösségi oldalakkal. Az előadások során szóba kerül az online szálláskiadás és szállásfoglalás témaköre is, amelyben kifejezetten érintettek a bükki idősebbek, hiszen sok magánszállás helyet ők üzemeltetnek. Az online lehetőségek kihasználásával pedig akár szálláshelyük népszerűsítésére, nagyobb foglaltságra is szert tehetnek. Megalakulásának 60. évfordulóját ünnepli idén a Répce-Laki Városi Könyvtár. A jubileumi ünnepségen az intézmény sokszínű tevékenységét is méltatták. 60 esztendővel ezelőtt, 1958-ban a régi művelődési otthon nagytermében egy háromajtós szekrény jelentette azt a kezdetet, melynek jubileumát 2018-ban büszkén ünnepeltük meg. A jubileumi rendezvényre a város teljes lakosságát hívta és várta az intézmény, és bizony sokan jöttek el, hogy együtt ünnepeljék a kultúra helyi bölcsőjének születésnapját. Az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekfoglalkozásokra, igyekszenek a diákok mindennapjainak szerves részévé tenni a biblioteka rendszeres használatát. Az óvónőkkel és a tanítókkal együttműködve sok-sok színes gyermekprogram valósul meg. A negyedik A-osztály tagjai erre az alkalomra a könyvtárral kapcsolatos élményeikről írtak saját kis beszámolót. A kultúra Répce-Lakon mindig kiemelt szerepet kapott, és a könyvtár is mindig kiemelt szerepet kapott, mint említettem a régi Mezdesi házba is, de a itteni viszonyok között is. És azóta is így van ez, hiszen bár a könyvtár a művelési ház része, tehát a művelési ház költségvetésén belül gazdálkodnak, de mégis azt gondolom, hogy az a pénz, amit az önkormányzat összességében a kultúrára, a kezemben a könyvtárra ad, az egy ekkora településen, mint Répce-Lak, szerintem, és ebben meg szoktak erősíteni egyébként a megyei könyvtár jelenlegi és volt vezetői is, hogy Répce-Lakon egy kiemelten jól támogatott könyvtár működik. A könyvtárban mindig történik valami, a programok a társadalom legszélesebb rétegeinek szólnak, minden igényes szórakozni vágyó örömét szolgálják. Kondra Katalin, a Verskedvelők klubjának vezetője, erre az alkalomra írt művével tisztelget az intézmény jubileuma előtt.
Mészáros Imréné a Nyitott Tér Kulturális Egyesület elnökeként, a Verskedvelő Klubjának tagjaként, egykori magyar tanárként, rendkívül aktív könyvtárhasználó. Az intézmény és dolgozói felé érzett szeretetét és tiszteletét most versbe szedte, melyet elszavalt a rendezvényem. Ők voltak, akik először indították a Vas megyében könyvtár integrált rendszerüket, a világhálón is elsőként jelentkeztek, tehát ebből is látszik, hogy mindig fogékonyak voltak a könyvtár szakmai újításoknak a bevezetésére. Ezután egy kis filmet láthatott a közönség, mely egy érdekes, egyedi koncepcióval vágás és narráció nélkül mutatta be a Répcelaki könyvtár felépítését és hangulatát. A Kossuth és Liszt Ferenc díjas énekes zeneszerző Balázs Fecó is részt vett a 30 esztendős Sitkei Kápolnáért Kulturális és Sportegyesület jubileumi közgyűlésén, amelyen bemutatták az Egyesület új, a Kőfalak összekötnek című könyvét. Sokan gyűltek össze a Sitkei Kultúrházban, hogy együtt nosztalgiázzanak a Kápolna koncertek szervezőivel. 2006-ban a 20. rockfesztivál idejére jelent meg a Sitken minthalálig kötet, annak folytatása a tartalmas, színes, 150 oldalas kiadvány. A Kőfalak összekötnek nem csak a rockfesztiválokra koncentrál, hiszen színes palettán működik az Egyesület. Véleményeket, arcokat, tevékenységeket, hangulatképeket mutat be. Cupor Szilvia szerint imás könyv is. A Kápolnáért Kulturális és Sportegyesület elnöke Kovács Ferenc köszönetet mondott mindenkinek a könyvbemutatón, aki az első Kápolna koncerttől 1986-tól segített. Mindenek előtt Balázs Fecó Kossuth és Liszt Ferenc díjas énekes zeneszerzőnek, aki szakmai hitelességét nevét adta. Hát a falu életében a rockkoncertek szervezése miatt lett nagyon fontos az egyesületünk működése. Ez a 30 év igazolta azt, hogy volt értelme, hogy létrehoztuk az Egyesületet, ugyanis az alapcél, ami azért fogalmazódott meg, és az Egyesület azért jött létre, hogy a kápolnát felújítsuk, ez teljes egészében megvalósult. Sajnos, mint minden öreg épületnél, ennél több mint 150 éves épületnél is az a helyzet, hogy újra kell gondolnunk, és a mai kor technikájának megfelelően tovább kell folytatnunk a felújításokat. Épp most a falak alászigetelésének a árlajátát kaptuk meg, és ennek a munkálatai kezdődtek el, és a teljes vízeset is megpróbáljuk a falak elől elzárni majd, de sajnos ezért körbe kell fűrészen az egész falat, és akkor úgy betenni a szigetelést, hogy ez elég hosszú és fontos munka lesz. Balázs Fecó énekest a véletlen hozta Sitkére. Szállást keresett, így került Kovács Ferenc fogadójába, és így látta meg a romos Sitkei kápolnát 32 évvel ezelőtt. Este a vacsoránál magában a kastélyszállóban szót követett, és épp a Magyar Televízió jóvoltából egy portréfilm volt Cifra Györgyről, aki Párizsban egy hasonló kezdeményezéssel élt, hogy a régi kolostort vagy rendbehozott. Innen jött az ötlet, hogy ezzel a gyönyörű ámbád a romos kápolnával, ami egyébként nem vallási jellegű, és itt Kefalnak van saját templom, ahol az emberek a vallásokat tudják gyakorolni. Ez egy felsőbbüki grófnak a saját családi kápolnája volt. Hát innen kezdődött tulajdonképpen, ha jól emlékszem, Kovács Ferenc és családja, a korál együttes voltak, mint tanuk, és rá egy pár nappal már tulajdonképpen többen beszélgettünk erről az ügyről, a Sitkei kápolna megmentéséről, mert hogy akkor elhatároztak, hogy megmentjük ezt a kápolnát, és hívom a zenész kollégáim segítségét. 32 sikeres rockkoncertet szerveztek eddig a Herceghegyen. Balázs Fecó szerint, aki ma már tiszteletbeli elnöke az Egyesületnek, van jövője a koncerteknek, hiszen Sitke hiteles hely. Az Egyesület sokat tesz a bevételért, a pénzeket pedig a falu javára, a helyi civil szervezetek és az önkormányzat támogatására fordítják. Emelte ki a könyvbemutatón Molgós István polgármester. Hát pontosan azért adtuk ki ezt a könyvet, hogy ebben pont le legyen írva pontosan, hogy mi történt, miket támogatunk, milyen rendezvényeket, milyen eseményeket, milyen civil szervezeteket, és még ki kell jelenteni azt is, az önkormányzatot is, hogy támogatjuk, és így, hogy hűen le legyen írva, hogy megmaradjon az utókornak. A kiadvány születésének történetébe is bepillanthatott a bemutató közönsége. Nagyrészt Gróf Lászlóné, az Egyesület titkára írta, szerkesztette. Tótfalusi Miklós interjúi az
ő és Kis György fotói szerepelnek benne. Az összeállítás, a korrektúra V. Molnár Zoltán, a Sárvári Könyvtár nyugalmazott igazgatója munkáját dicséri. Kemencében sült langallót, aszalt gyümölcsöket, házi készítésű lekvárokat és forralt bort is lehetett kóstolni a Pincés-Kemencés őszi hegybejáráson Lukács házán. A Csömötei hegy 12 pincéje várt a tárt kapukkal a látogatókat. Készül a langalló Tamás György jégportáján. A szeleteket hamar elkapkodják, és már sülhet is a következő adag a forró kemencében. Liszt, víz, élesztő, só. És akkor ezt a tésztát megkereszteni, egy óra belül pedig utána elősütjük egy kicsit, utána rá van téve a tejföl, hagyma és béken szalonna. A Csömötei hegy 12 pincéjénél várták a vendégeket házias ízekkel. Aszalt gyümölcsöket, lekvárokat, szörpöket, süteményeket, lángost kínáltak. Langalóval, lángossal, különféle krémes dolgokkal. Itt most már csak a maradék látható, mert nagyon sokan voltak, hál' Istennek. Hát házi készítésű töpörtyűkrémmel, krémes kenyérrel, saját édesanyám által nyújtott házi rétes, almás, mákos, tökös mákos, hagymás rétessel, házi süteményekkel, forralt bor, tea, aszalt gyümölcsök. A rendezvény hangulatát a kemencék adják meg. A lobogó tűz és a bennesült finomságok sokakat csábítanak sétára a szőlőtőkék között évente több alkalommal is. A programsorozat őszi állomásán hagyományosan az aszalt gyümölcsöket helyezik a középpontba. Almát, szilvát, sárga barackot, bogyós gyümölcsöket is lehet kóstolni ilyenkor. Minden évben 3-4 rendezvényt szerezünk a Pincés-Kemencés rendezvénysorozatnak a keretébe. Ez 5. éve működik tavasszal, vagy februárban kezdődik egy bőlérversennyel, egy Pincés-Kemencés bőlérversennyel, aztán egy tavaszi barangolóval, valamint ez az őszi hegybejárással. 20 pincénk van, amivel tartozik kemence, ebből ilyen például 12 van nyitva, tehát mindig váltogatjuk egymást, hogy melyik pince és melyik kemencés helyszín van, ami látogatható. Ha körülnézünk, akkor egy nagyon jó hangulat van, hiszen mindenhol zeneszó, várják az ide látogatókat. A cél pedig az, hogy megmutassuk saját magunkat, hogy megmutassuk, hogy Lukács házának mi a specialitása, hogy van ilyen is. A megye minden részéről, de még Ausztriából és Budapestről is érkeztek látogatók, akik ízelítőt kaphattak a Lukács háziak vendégszeretetéből. 3 pincénél voltunk eddig, nagyon finom mini lángos tettünk, hát ez rettenetesen tetszett nekünk is. Sajtos tejfölös, mini lángos kis szalonnával, nagyon finom volt. Meg vagyunk lepődve, Budapestre jöttünk, és egy kellemes hangulatba találjuk magunkat. Ezt a sokoldalúságot és ezeket a hozzáállásokat, ezeket a kellemes embereket örömmel visszük magunkkal haza, emlék. Úgy gondolom, hogy ennek a rendezvénysorozatnak immáron jó pár éve az a szerepe, hogy egybe tartsa a közösséget. Ebben van citrom, narancs, szegfűszeg, fahéj, egész fahéj. Ahány porta, annyi recept. A hidegben jól fogyott a forralt bor és a tea is. A kilátónál kézműves termékeket, adventi díszeket, mézet, bort kínáltak a helyi termelők a késő délutánig tartó hegyi forgatagban. Önök a Vasi Kaleidoszkópot, a Megye magazinját látták. A műsort készítő szerkesztőségek nevében is köszönöm a figyelmüket. Viszontlátásra!